Udvaros Dorottya, Botladozva című dalával nyitotta meg a Zrínyis Cucor Ramona a Zig Galéria legújabb kiállítását. Fekete-fehér dal a fekete-fehér képekhez. A fotóművész szerint ezek a maguk egyszerűségével tudják igazán a mondani valóra helyezni a hangsúlyt. A Látlelet című sorozatban az utcán lévő geometria van a fókuszban. Néhány kivétellel a fotók nagy része Nyíregyházán készült. Az itteni építészeti megoldásokat kifejezetten szereti az alkotó. Van kedvenc épületem. Én nagyon szeretem például a Városi Művelődési Házat fotózni. Az tehát a stílusa a rengeteg olyan kis felfedezni való részlet, ami egy önálló alkotásnak is megfelelhet, hogyha azt úgy fotózzuk meg. A kiállításon megtekinthető a 42-es körzet című sorozat is. Az alkotó számára ebben az esetben a természet egy színpadot jelent, amelyen fénnyel és hosszú záridős expozícióval készítette el a sci-fi hangulatú fotókat. Ezekről Csutkai Csaba beszélt a diákoknak. Ez a 15 darab kép vajon mit üzen? És kell-e üzenni egyáltalán egy fényképnek? Hogy gondolja az alkotó? Van üzenet? Kell-e üzenni? Én tudom, hogy kell. De nézzük meg, hogy az alkotó hogy gondolja ezt. Hát igen, valóban van egy üzenet ennek a dolognak, de ezek, tehát nagyon fontos a személyes érintettség, tehát minden egyes alkotónál ugyan a személyes érintettség az, ami valójában inspiráló, tehát maga az, hogy milyen az ember látásmódja, hogyan képzeli el a világot. A különleges hangulatú fotókiállítás január 23-áig látható a Zrínyi Ilona Gimnázium első emeleti galériájában.